Mert ez az... Jó napot, Ádám, én vagyok a is. Na, köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Igen? A baráti megbeszélésre, találkozóra. Történetesen mi ezt azért gondoltuk, hogy ma itt sétáljunk egyet és találkozzunk, mert úgy gondoljuk, hogy tolerálhatatlan dolog 2013-ban, hogy náci szennyirodalmat forgalmazzanak, hogy náci szennyirodalomnak könyvkiadója lehessen, hogy itt webáruházon keresztül rendelni lehessen majd, amikor nincs nyitva, akkor a Magyarok Világszövetségénél vehetőek ezek a könyvek. És egy beszédre mi felkértük Magyar Fruzsinát, mert úgy gondoltuk, hogy ő a legautentikusabb arra, hogy ez ügyben beszéljen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mielőtt elmondom, hogy felolvasom, pont egy éve voltunk az Új Színház előtt, ott is mondtam beszédet. Jó lenne, ha már nem kéne. Itt állunk Budapest egyik forgalmas utcájában, amelyben található egy könyvesboltnak nevezett hely, ahol teljes nyíltsággal folyik a fasiszta írományok, firkálmányok, filmek kiáramoltatása. Sötétbarna felhők már összefüggő ernyőt alkotnak életünkben. Olyan szavak és mondatok áramlanak ki ebből a helyből és az interneten, amelyek tagadják a holokauszt létezését, amelyek emberek likvidálására gyártanak ideológiát, fasiszta ideológiát. Erkölcsi, emberi és jogi szempontból tűrhetetlen, hogy ezek az írások, plakátok, filmek szabad utat kapjanak. És a szabad utat a jelenlegi kormány ideológiája adja, amely a politikáját irányítja. Felháborító és tűrhetetlen. De nem elég, hogy felháborodásunknak adunk hangot, követelnünk is kell, és követeljük is, hogy a fasiszta, kirekesztő, uszító, történelemhamisító, likvidálásra, gyilkosságokra buzdító tevékenység semmilyen formában és sehol ne kapjon teret. És követeljük, hogy a zéró tolerancia jegyében, ha a legkisebb mértékben is felbukkan, a törvény lesújtson a bűnösökre. Közben nekünk más dolgunk is van. Az emberek egy részének, szerencsére kisebbik részének, lelkében és tudatában sajnos gyökeret vert az antiszemitizmus, és hozzá kell rögtön tennem a cigány ellenesség, és egyáltalán minden kisebbség elleni gyűlöletuszítás. Mutassuk meg, mondjuk el mindenkinek, hogy mi történt 1944-ben Magyarországon, hogyan hurcolták és küldték halálba honfitársaik százezreit innen Magyarországról, az akkor hatalommal rendelkezők. A jelenlegi hatalommal rendelkezőkre nem számíthatunk. Hiába szóra szájuk olykor rózsaszirmokat, a tetteik, a törvénykezésük, a hatalmi gyakorlatuk pont az ellenkezőjéről szól. A jelenlegi kormány megágyazott a fasiszta ideológiát képviselőknek,
és karjaiban ringatja azokat. Sem az ilyen boltok, sem az interneten tömegesen jelenlévő uszító rasszista megnyilvánulásokat nem tünteti el, a gárdavonulások ideológiáját az életünkre zúdítja. Vegyük végre kézbe sorsunk alakítását, mondjuk az igazságot, hogy minél több ember fülébe, onnan a tudatába és a szívébe eljusson. Lépjünk fel a fasiszta, kirekesztő, uszító ideológiával és gyakorlattal szemben. Sok dolgunk van még. A masírozó fasizmussal szemben fel kell lépni. Fogjunk össze, tegyük a dolgunkat. Szeretném megkérdezni a Tinit, vagy az Artút, hogy a roma emberek nevében is mondjon erről egy pár szót, hogy mi a véleményük. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Én Gányi Miklósné vagyok, a Magyar Cigány Országos Biztonsági Hálózat Béke és Jogvédő Egyesület elnöke. Én 1989 óta tevékenykedem, és próbálom a cigányságról kialakított negatív véleményt megmásítani, megváltoztatni. Mivel? Mi tényekkel? Mik azok a tények? Különböző szakmák és különböző embereket mutatok be, akik kiváló szakmával rendelkeznek, diplomával rendelkeznek, érettségivel rendelkeznek. Ne legyen az a többségi társadalom tudatában, hogy ma 2013-ban a cigányok többsége elmaradott, analfabéta és írástudatlan. Szeretném tovább azt is elmondani, hogy nagyon ellenzem a jelenlegi szélső jobb Vona Gábor vezette pártnak a viselkedését. Ellenzem azt, hogy kiszolgáltatott emberekre támadnak a cigánytelepeken. Nincs védelmük a magyarországi cigányoknak. Tudnélik, a magyarországi cigányok úgymond vezetője, jelenlegi vezetője, Farkas Flórián nem áll ki a magyarországi cigányság mellett. Hála az Istennek, nagy örömömre szolgál, mint ahogy most is cigányok és nem cigányok vagyunk együtt, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy csak egységben léphetünk fel ma Magyarországon a szélsőjobb ellen, és megpróbáljuk tenni a dolgunkat szeretetben, kéz a kézzel, kéz a kézben együtt, és küzdünk azért, hogy minket cigányokat, zsidókat elfogadjanak otthon hazánkban, hiszen ma Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem az egész világon a zsidóság, azt hiszem, hogy mindenki számára példaértékű lehet, hiszen itt van egy példa, amit nem szabad elfelejtenünk, a holokauszt, a szenvedésük, és vajon miért? Azért, mert megszülettek, azért, mert Isten kiválasztott népe, és azok az emberek, akik nem fogadják el ezt, azok nem tudják, hogy mekkora bűnt követnek el. Én úgy gondolom, hogy ezt tudtukra kell adni, és mindenképp tájékoztatni kell őket a zsidó kultúráról, arról a részről, hogy a zsidó nép egy isteni áldás alatt van, és arról is tájékoztatni kell, hogy a cigányságnak többféle rétege van. Ma Magyarországon háromféle cigánycsoport létezik, a magyarországi magyar cigányok, a beás cigányok és a lovári cigányok. Tudni kell különbséget tenni, és mégis egységesen kell fellépnünk, hiszen mindannyian cigányok vagyunk, azon belül, hogy háromféle részre oszlunk. Mi együtt, én azt gondolom, hogy el fogjuk érni azt, amit szeretnénk, hogy Magyarországon az elkövetkező időben vissza tudjuk szorítani a szélsőjobbat, szélsőjobbot, és karöltve tegyünk a békéért. Köszönöm szépen! Csak annyi, hogy minden a magyarok vagyunk. Én annyival még szeretném akkor kiegészíteni, hogy gyakorlatilag ez teljesen jó, amit a Tini is elmondott, hogy a minden kirekesztés ellen nincs különbség roma holokauszt és zsidó holokauszt között. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része, és amíg sajnos nem jött el az a melegjogi aktivista, akit mi szerettünk volna, meg pontosan ugyanaz a kirekesztés, mert olyan nincs, hogy kicsit kirekesztő vagyok, vagy nagyon kirekesztő vagyok,
Tehát olyan nincsen, hogy én zsidóként csak a zsidó kirekesztéssel mentél, akkor az a roma emberként csak a romák érázni, és a meleg ember csak a meleg emberekért, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy komplex összetett dolog, és minden ilyen kirekesztés ellen küzdő szervezetnek és embernek egy emberként kell most összefogni, mert 24. órában állunk. Pártoknak is természetesen ebben sokkal inkább példát kéne mutatni, mint ahogyan azt most teszik, sokkal inkább a civil szerveződések mögé kéne állni. Nem szembe dicsérés, vagy a háta mögé dicsérés, de most igazándiból a demokratikus koalíciónak úgy gondolom, hogy nagy-nagy hála, nagy-nagy köszönet, nagyon sokat tett most ez ügyben a kirekesztés ellen. És legvégén meg szeretném, kedves tagunk Lovas Tamás írt egy levelet a rendőrségnek, én ezt szeretném felolvasni nektek. Tisztelt kapitányság, szeretném felhívni a figyelmüket a Gede testvérek 13. kerület Hollán Ernő utca 37-ben található könyvesboltjára. Itt olyan irodalmat árulhatnak, ami szerintem sehol az Európai Unióban nem megengedett. Például Hitler művei bőrkötésben holokauszt tagadó relativizáló könyvek, stb. Egyébként gondolom a bolt célközönsége többek között az a közönség, akik annak idején 2006-ban törtek, zúztak, romboltak, gyújtogattak. Önöket dobálták, rugdosták, támadták, gyalázták. Sok hazafi, persze sállal arcát eltakarva. Felhívom figyelmüket Debreceni József pontos tényfeltáró könyvére ebben a témában. Kérném, hogy sürgősen intézkedjenek, hogy ez a könyves volt, ez a szégyen volt, eltűnjön a 13. kerületből. Üdvözlettel, Lovas Tamás! Valaki még szeretne mondani esetleg valamit? Hát, annyit azért hozzáfűznek, hogy nagyon köszönjük a meghívást, és a tolerancia csoportot által nagyon aktív, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk, és nagyon hatékonyak vagyunk jelen pillanatban is. Azt tudom ígérni, hogy amennyiben a Magyar Szocialista Párt kormányfőt alapítani, és kormányfőt alapítani, abban az esetben meg fogjuk szüntetni a gyűlöletbeszédet. Ezt most megírjuk, és biztosak lehetünk. Köszönöm. Bár már látnánk. Nincs. Magyarországi cigányság. Mindenki megvan félre, hogy nem az. Ezt a kábel ugye jól van elmondani. Tiltakozunk, semmi közünk a farkas Flóriánhoz. Nincsenek csoportok, magyar emberek vagyunk együtt. Te, én, kéz a Bájer Zsoltban, hogy ki kicsoda. Mindegy, mit mondanak, én magyar vagyok, én itt születtem. Azért mondom, én is itt születtem. Magyarnak érzem magam azon belül, hogy cigány is vagyok. Így van. Így van. A srácok Szabolcskáim, gyertek testvéreik a Andikával, hogy beszéljünk. Így összeférünk? Várjál, nem, hogy menj, nem így. Oda? Yes, sir.
Hát beszélgető emberek. Tessék? Nem értem. Szabó Zoltán, látom. Ki a Szabó Zoltán? Hát akit úgy hívnak, hogy Szabó Zoltán. Ja, értem. Na, most kell ennek lennie. Kiengedte meg? Téged, neked kiengedte meg, most fényképezel engem. Neked kiengedte meg, hogy engem fényképezel. Magának kiengedte meg. Mocskos náci! Én meg náci, azért nekem passz vagy. Nem tűltem, tűltem. Inkább arról beszéljünk, hogy miért gyilkolnak magyar embereket. Kérdezem, hogy kérdezi a bátorokat, valami békés járókelő vagyok?
békés járókelő vagyunk. Ez abszolút fölháborító. Nézze meg azt, miért engedi meg, hogy személyiség dolgaikat kérni, igen, és akkor kamerás engem fotózom. Szélső jobbos. Engem nem. Magán azonosítunk számon. Barátom, én nem fotóztalak téged. Hallod? Hát itt úgy tűnik, hogy volt némi flashmob a Gede testvérekkel kapcsolatban. Aha. És a Gede testvérek meg úgy érezték, hogy ez, hogy az utcán, a járdán beszélő emberek az jogaikat sértik, és kihívták a rendőrséget. És most jelen pillanatban a rendőrség éppen eljár azokkal szemben, akik egyébként már éppen indultak volna haza. Ez a helyzet. Hangoltuk a rendőrséget. Örülök, hogy foglalkoznak. Igen, így van. Budapestiek biztonságban van. Így van. Örülök, hogy láttalak, megyek tovább. Kezdjük csókolom, viszontlátásra. Örülök, gratulálok. Szevasz.
Igen, igen, lehet demonstrálni a demokráciában fasisztákkal szemben. Érdekes dolog. Volt is jogrendező. Mi? Valami ismert dokumentátum. Újabb autó érkezik, ez érdekes dolog. Ja, ez most már három darab rendőrautó. Ígyre izgibb. Most már a harmadik rendőrautó.
itt? Hát itt az történt, hogy van itt egy kis könyvesbolt, amelyiket a Bede testvérek, ha jól tudom, amelyik, hogy hívják volnak. És itt volt egy kis flashmob, tudja mi a flashmob, néhány ember összegyűlt, és elmondták azt, hogy nekik ez nem tetszik, hogy itt fasiszta írományokat lehet vásárolni. Ez, én úgy tudom, hogy ott a magas földszinti ablakok mögött egy lakásban, és ők kihívták a rendőröket, és a rendőrök igazoltatják azokat, akik hát elmondták itt a véleményüket erről a dologról. Igen, ez a történet. Tulajdonképpen semmi. Illetve azt kell, hogy mondjam, hogy valami történt, de... Igen, mi történt itt? Mint ha gyilkosság történt volna. De hát végül is nem gyilkosság volt, hanem csak egy tiltakozás. Ha ezt a parlamentben mondja el a magyar miniszterelnök, akkor nem hívhatják ki a rendőröket. De mivel a magyar miniszterelnök ezeket a szavakat nem mondta el a parlamentben, ezért lehet kihívni rendőröket. Ilyen egyszerű a dolog. Igen. 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 Igen.